Egész Európában ünneplik, van, ahol karnaválnak nevezik. Hazánkban a 15. század környékén terjedt el. A farsangi időszak hossza minden évben más és más. Két egyházi ünnep, a vízkereszt és a húsvéti nagybőt közé ékelődik, és azokhoz szorosan kötődik. Ennek megfelelően a kezdete mindig ugyanakkor, vízkeresztkor, január 6-án van. Ezzel szemben a zárónapja annak függvényében alakul, hogy a húsvéti nagybőt kezdetét jelentő hamvazószerda milyen dátumra esik. Azt írják le a középkortól kezdve már, hogy ebbe az időben annyit esznek, isznak, mintha egy 40 napos hajóútra tartalékolnának. Tehát ez minden, de ez Oroszországtól kezdve Nyugat-Európa bármelyik államára is érvényes volt, ez a nagy ünneplések és tobzódások. Tehát, ahogy említettem, ebben az időszakban mindent lehetett csinálni, ezért nem büntettek senkit. Még a másik az ugye, hogy a maskara, az állarc alatt csinálták, tehát nem is nagyon tudták, hogy ki az, aki elköveti ezeket a dolgokat. A farsangi népszokások ötféle elemet tartalmaznak, mondja a néprajzkutató. Az egyik tulajdonképpen a farsangi hiedelmeknek a szokás eleme, a másik a farsangi köszöntésnek az eleme, a harmadik a dramatikus népszokásoknak az eleme, a negyedik a táncoknak az eleme, a bulizás, ugye, az ötödik pedig a villáncsúfolás. A farsangi hiedelmek közé tartozott a termékenység varázslása. Tolna megyei szokások közé tartozott például a féri jóslás. Az asszonyok több csontot kitettek, amelyekhez társítottak egy-egy nevet. Amelyik csontot a kutya legelőször elvitte, a babona szerint az lett a jövendő férj neve.